A mai nap a konfliktusmentessége és a barátsággal foglalkoztam. Nem volt esemény dús nap, jöttek-mentek a hírek, amelyek munkába állítottak, mindent megoldottam, este viszont elgondolkodtam valamin. A gondolataim középpontjában a kutyáink vannak, megjöttek az új kutyaágyak, gyorsan fogynak nálunk az ágyak, rövid idejükön belül nagyon sokan használják őket. Van két kutyánk, két macskánk, öt tyúkunk, Mindenki eléggé új, egyik sincs még egy éves, és ez fontos abból a szempontból, amit szeretnék mondani. Körülöttünk lebegnek ezek az örök kérdések, mint például, hogy van-e férfi és női barátság. Na, ezt nem fogom most megválaszolni. Viszont van egy másik örök kérdés, hogy Kutya és macska barátság van-e? A két kutyánk Nebu és Babi, Nebu a fiú, Babi a lány, nagyon szereti a cicákat. Egy az egybe bekapják őket, például Fricit és Gustit, és csak azt látjuk, hogy a szájukból lók ki egy macska. Mivel kiskoruk óta együtt vannak, kölyök kutyaként, kapták a két cicát, pontosabban nem ők kapták, szóval a két cica elég kicsi volt ahhoz, hogy még szeretne szopni is például. Ezért azonnal a a lánykutyát megszerették, mint anyukájukat elkezdték szopézni. Babi, aki még kölyök kutya, valamilyen ösztönből hagyta ezt, mindig átnyalogatta őket, és hagyta, hogy a cicák szopogassák a semmit. A kapcsolat elég gyorsan szoros volt, de azért tudni kell, mint ahogy az embereknél, valószínűleg az állatoknál is úgy van, hogy semmi sincsen ingyen. Nebu és Babi állandóan kergették ezt a két cicát, de csak azért, mert a két cica menekült. De az is hozzátartozik a történethez, hogy a két cica ugyanott feküdt, ahol a két kutya pontosabban együtt feküdtek, összebújva feküdtek. A két kutya állandóan játszott, és a cicákkal is akart játszani, a cicák viszont nem értették ezt a játékot, egy kicsit menekültek, a kutyák elkapták őket, bekapták, aztán elengedték őket. Látható a cicák azt értették meg ebből, hogy ez valamilyen szeretett nyelv. Úgy költöztünk ide az oktatási központba, hogy itt eleve értek már állatok, nagyon régóta. Vannak itt 14-15 éves kutyák, macskák, van itt két birka, két csacsi, egy malac, de hét macska van és két kutya van, a mi állataikon kívül. Az itteni állatoknál már nagyjából kialakult, hogy ki a főnök, meg a kisfőnök, meg a többi, viszont az új jövevények ezeket nem annyira tisztelték. Szóval Nevo és Babi előszeretettel kergeti a régen itt lakó cicákat. De csak azért kergeti őket, mert azok a cicák hajlandóak elfutni előlük. Ezek a cicák nem annyira élvezik ezt a játékot, mert ők nem kiskorúkba kerültek ide, és nem úgy nőttek föl, hogy együtt aludtak ezzel a két kutyával. Ezek az impulzusok, amelyeket ezek az állatok adnak nekem nap, mint nap, nagyon érdekes gondolatokat vetnek föl az emberekkel kapcsolatban. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egyik állat sem fut fölöslegesen, mindegyiknek megvan a maga oka. Független attól, hogy ez értelmes vagy sem, megvan az okuk. Ok. Szerintem ezen el kell gondolkozni, hogy az emberek mit miért csinálnak. Biztos, hogy mindenkinek megvan az oka, én abban nem hiszek, hogy bárki csinál valamit, és annak ne lenne oka. Szerintem csak nem gondolkozunk eleget egymás dolgain, nem értjük, hogy ki mit miért csinál, ezért olyan dologra reagálunk, ami eleve egy nem értésen alapul, és ebből nem mindig jövünk ki jól. Szerintem nincs különbség két ember, és egy kutya és egy macska viszonya között. Mindegyik viszony valamilyen megértésen alapszik, és attól függ, hogy ki mit ért rajta, hogy milyen impulzusok vezetik őket arra, hogy éppen mit lássanak egymásba, na ettől függ az, hogy ők barátok lesznek, vagy sem. Ha nem létezik kutya és macska barátság, akkor nem létezhet ember és ember barátság sem. Hát ez egy messzire menő következtetés, de gondoljuk végig ezt a lehetőséget, hogy a legtöbb kergetőzés, csak félreértés, vagy az információ hiánya miatt van. Na ennyi most, hogy ezt a videót fölveszem, este van. Eta, Irma, Harry, Klotild, Matild már rég alszanak a tyúkolba. Babi, Nebu, Frici és Gusti viszont együtt keresik az új ágyukba a legkényelmesebb pozíciókat.